Sorakoznak a téli gumik a város egyik gumiszervizének polcain, felkészültek ugyanis a téli gumiszezonra. Egyre hűvösebbek a reggelek, plusz 7 fok alatti tartós hőmérsékletnél pedig érdemes a nyári gumikat télire cserélni. Bár Magyarországon jogszabály nem írja elő a téli gumi használatát, az őszi-téli időjárás körülményei azonban megkövetelik azt. A szakember szerint a téli gumi szezonja már elkezdődött. Hosszú, forró, meleg nyárnak már vége van, úgyhogy egész nyugodtan lehet cserélgetni a nyári gumikat télire. A hajnali hűs időjárásra tekintettel már ezt javába csináljuk egy ideje, úgyhogy egész nyugodtan merem javasolni mindenki számára. Bár az igazi roham még nem indult el a szervizekben, érdemes időpontot foglalni a cserére. November 1-től ugyanis számos környező országban kötelező a téli gumi használata. Ausztriában október 15-től van ajánlás, és november 1-jel ez már kötelező, úgyhogy az Ausztriában a hatóságok számon is kérik 1-től, vagy a határon, vagy útközben a téli guminak a használatát, úgyhogy erősen javasolt, aki kijár nap, mint nap főleg. A nyári gumiabroncsok cseréjét sokan csak a hó megjelenésével gondolják indokoltnak. Ez azonban tévhit, vannak ugyanis olyanok, akik a csúcs szezon előtt időben gondolkodnak. Tartsuk be az íratlan szabályokat, és nem lesz gondunk az utakon, vagy egy előrelátó sofőr. Még veszélyes helyzetben, hála a magasságos Istennek, nem kerültem, de attól függetlenül a biztos, ami biztos, szerintem én mindenkinek javaslom azt, hogy inkább előtte csináltassa meg, míg bejön a rossz idő, és akkor azonnal futkodni kell ide-oda. Egy az nem is biztos, hogy ráérnek a kollégák, szerintem sokkal praktikusabb. A gumiszervizek szakemberei minden esetben felmérik a gumiabroncsok állapotát, és felhívják a tulajdonosának figyelmét arra, ha azt hamarosan cserélni kell. Aki pedig otthon cserélne abroncsot, annak felhívják a figyelmét, hogy mindenképpen keressen fel egy szervizt, nézesse át szakemberrel az átcserélt gumiabroncsot, hiszen a csavarokat meg kell húzni a megfelelő nyomatékkulccsal, illetve a kerék kiegyensúlyozottságát ellenőrizni kell.